Jó napot kívánok! Pont egy hátrameneti filmet nézek, méghozzá egy Nissan Qashqai-ba, de ez nem film, hanem a valóság, mert hogy egy tolató kamerás Nissan Qashqai-ba ültünk bele a srácokkal. Itt van velem Concerto és Feri és Peti is valahol itt helyezkedik el. Egy rövid próbaútra jöttünk el ezen a kellemes őszi napon, és egy nagyon szép, gazdag gyári felszereltségű Qashqait fogunk megnézni. Ez a Qashqai-unk, ez egy 2012 harmadik havi darab. Nagyon erős motor van benne, egy 2000-es dízelmotor van az autóban, és 150 lóerős, hogy nagyon-nagyon jól megy, eszméleten jól húz a kocsi, és rettentő sok extrát kért bele a gazdája tulajdonképpen. Nem is hiszem, hogy van még ettől magasabb felszereltség, úgyhogy meg is nézegetjük rögtön. Hát először is itt van mellettem a szervizkönyv, egy Concerto ide készített nekem. Ez most itt az utolsó, lapoztam egyet, és itt meg tudjuk nézni, hogy ez történt 21. hóban, tehát összességében 5 hónappal ezelőtt 97.900 kilométernél volt leszervizelve az autó, és mint látszódik, mutatom, tehát végig szervizelt jármű, hibátlan és garantált igazolt kilométer futással rendelkezik. A gazdag gyári felszereltséget rögtön mutatom, például látható, hogy egy hatalmas nagy üvegfelület van itt fölöttünk, egy panoráma üvegtető, amit egy ilyen kis árnyékoló rólóval láttak el, be lehet így húznunk, és akkor nem az eget látjuk, hanem csak a tetőt. Hát egy nagyon erős napsütéskor azért parkolás ne illik fölhúzni, mert akkor nem gyulladunk majd meg benne. Kértek bele ugye tolatókamerás, érintő képernyős gyári zenét, ami nem csak sima közönséges gyári zene, hanem tulajdonképpen ez egy Bose hifi benne, és rettentően jól szól, van benne ugye erősítő, ez méghozzá a csomagtartóban lévő pótkerék helyére van betéve, mert hogy defektjavítós ő. Nem akarom sokáig mutatni, hogy hogy szól, mert aki eljön majd, akkor azt nyugodtan tesztelje le, akár rá is dughatja ki saját kütyüjeit, mert hogy sok mindent bele lehet még dugdosni. Itt van mellettem az AUX és az USB csatlakozó és a pohártartós, szintén bőrbevonatot kapott állítható könyöktámaszba besülyeztve ez a lehetőség. Tehát ülésfűtés, centrálzár, 6 sebességes kéziváltó van itt, két oldalra dupla digitális automata klíma, ebben az érintő képernyős egységben ugye van a hifink, van benne navigációs egység is, és kommunikál a telefonunkkal is, mert hogy ugye bluetoothos ez a rádió. A kormányunk egy nagyon szép bőrkormány, kopásmentes, ugye tudjuk a telefonunkat itt fölvenni, illetve tudunk sebességlimitet, illetve tempomatot bekapcsolni, ott fönt középen mutatom 12 fok alatt, mert hogy annyi hőfok van most itt ezen a kellemes őszi napon, és ami nagyon fontos, ott az a 6,9 liter, ez egy nagyon alacsony fogyasztású, rendkívül erős autó, tehát ezt a hatalmas kasznit 6,9 liter üzemanyaggal, gázolajjal el fog vinni ez a masina. Ugye a kormányosztopunk 4 irányban állítható, mutatom a kis sportos pedálsort, különben teljesen kopásmentes különben a kocsi, automata ablakok vannak, leszalad végig, nem kell nyomnunk, föl is ment szépen, behajtható a tükör, ez egy nagyon jó extra, mert hogy ugye amikor leparkolunk az útszélen, akkor az nem rossz, hogyha be van csukva ugye ez a dolog, és nem fogják esetleg gyalogos, motoros, biciklis elvinni, akkor a pizzafutár repül a tükrünkkel esetleg, az nem jó dolog. Qashqai felirat, az gyári szőnyeg, itt is Qashqai feliratú belépő alumíniumból, és itt ez a fantasztikusan szép bőr kárpit, ami fehér cérnával van varva, tehát nagyon szép mutatós belseje van az autónknak. Mindenki jól fogja benne érezni magát, megnézzük majd a hátsó utasokat is. Itt az oldalán alul látható ez a két kromdíszítés, ami feldobja az autót, ugye kulcs nélkül indítású és kezelhető az autó, elég csak ezt a kis gombot nyomnunk is nyílik, záródik az autó. Itt szép alufelni van rajta, ez egy Nissan márka jelű, és szép fékek vannak mögötte, látom, szépen csillog, és a gumik is jó állapotban vannak rajta. Kromkarika díszítés itt alul a kötvényszórónál, lámpamosós xenonlámpánk van. Látni fogunk sötétben is, gyönyörű üvegezés, zöld színű, és
az alvásszámot meg tudjuk lesni. Esőérzékelős. Itt a 150 lovas dízelmotorunk. És itt van a 97.000-es olajcsere, tehát a szaki ide is betette, nem csak a szervizkönyvbe van beírva. És még a motortér burkolatot se ette meg a nyest. Van tettőkorlátunk, amire lehet tenni kereszttartót. A színe gyönyörű az autónak, legalábbis nekem nagyon tetszik ez a bordó metál szín. Hátul újak a fékek. Féktárcsa fékbetét. Chrome díszítés, Qashqai jellel itt a hátulján, és a nyitófelületnél, és itt a tolató kameránknak a objektívje. Így néz ki a csomagtartónk, óriási csomagtere van, le lehet dönteni az üléseket, és kivehető a kalaptartó, és akkor van itt még egy rekeszünk, ami alá mindenképpen be fogunk nézni, mert itt a Bose erősítőnek a gyári kiképzett, Hungarotába kiképzett helyén. És itt van a defektjavító szettünk is, a pumpával és a vonószám, hogyha esetleg valakinek, valakit el kéne húzgálnunk. Szép kis autó. Na nézzük itt, mi van itt hátul. Hát igen, itt van velem Feri és Peti, barátom, itt szépen csúszkálnak ezen a kellemes bőrülésben, és egy lehajtható, pohártartós könyöktámaszunk is van. Be is teszem magam ide hát, hogy Feri és Peti kollégám mit lát innen hátulról, ezt fogja látni a hátsó utas. Szerintem nem fog unatkozni, egy kellemes csillagos estén, vagy éjszakán, amikor utazik az ember, fölnéz, akkor egy fantasztikus élményben lesz része. Akkor visszagangolunk. Ugye kulcs nélküli indítású is az autó, elég, ha csak egy darab ilyen kis kulcs van a zsebünkben, amit nem kell ugye használnunk, csak legyen nálunk a közelben, tehát leállítottuk, és akkor újra fogjuk indítani. Úgy gondolom, minden ki fog aludni szépen, és mehetünk is visszafelé. Irányjelzőt kikapcsoltuk, és megnézzük, hogy hogy lehet visszafelé mennünk. Van egy kis műszerünk, itt ez a kis váltó szól, hogyha váltsunk följebb egy sebességi fokozatot. Persze meg lehet húzatni néha, hogy az ember élvezze itt ezeket a lóerőket. A kasznit különben a 150 ló, nagy élmény vele autókázni, jó, magasan ülünk, nagyon jó érzés itt ilyen magasról elnéznünk, biztonságos az autó, rengeteg légzsákot szereltek bele, és ugye van benne menet stabilizátor, van itt ABS, és minden jóval el vagyunk látva, kellemes jó zenével, és a hatos váltó, az pedig az alacsony fogyasztásért majd dolgozik nekünk, azért fog kijönni ilyen nagyon kellemes jó fogyasztásunk, országúton nagyon alacsony forgatszámon teljesíti nekünk majd a kívánt sebességet, és ha sebességet akarunk, akkor ugye bekapcsoljuk a tempomatot, és el tudunk vele szépen indulni, nem kell nyomnunk a gázpedált, mint ahogy én is nyomom most, viszont úgy láttam, hogy megérkeztünk. Egy könnyen kezelhető, nagyon szuper autó, gyönyörű színben várja majd itt az új gazdáját a kereskedésünkbe. Akkor nyomunk még egy hátramenetet, és akkor megnézzük, hogy ide kell betolatnunk a telephelyünkre. Ezt meg kell szokni különben, és jól fogunk tolatni. Látjuk, hogy hova megyünk, van-e mögöttünk esetleg valami akadály, és nem megyünk neki így semminek. Köszönöm az érdeklődést, mindenképpen jöjjenek el hozzánk a kereskedésünkbe, egy gyönyörű szép bordó metál Qashqait néztünk meg, kevés kilométer futással igazolva, a viszontlátásra.